miközben megy ez a, tényleg ez a magyar állandó húgygödörszerű mocskolódás, amiben itt élünk, ahol egyébként by the way tényleg olyan bicskanyitogató dolgok történnek minden nap, ezt találják meg. Nem kudarcot könnyű. Vallottál? Bizonyos dologban kudarcot vállottam, és ezt föl kell köpni, és alá kell állni, és nem könnyű ez. Én ez egy párhuzam? Ez igen, most kérhetek ez akkor papírt? Ez az, amikor kedves vagyok. Ez mi jelent, amikor nem? Hello. Szia! Hello. Közben majd elütöttem a turistákat. Hopp, egyet jobb kézeztet meg övet, ezt. Ugye? Egy most már látom, hogy muszáj. Csak azért csináltam, hogy feltedd az övet, mert megint bajba kerüljek. Biztonságosnak tűnt a műsorokon keresztül, hogy vezet, de ez úgy látom. Tudod, kivágom azokat a részeket, amelyek cikik. Nehogyis. Hogy vagyunk? Jól vagyunk. Jól van. Köszönjük, hogy eljöttél ide, mert itt a katonánál nem lehet igen, itt most felügyekkel le van zárva. Nem és te most próbálsz, vagy mit csinálsz most? Én most végeztem, hál' Istennek, már nagyon tele volt a puttonyom, úgyhogy most nagyon örülök, hogy végre semmi dolgom nincs, azon kívül, hogy ebben a műsorban még részt vegyek. És utána? Tészem alatt. Hát játszogatok, meg minden ilyen van, meg majd egy 10 napot forgatok a nyáron, de a nagy menetelés ennek, ami a... Fölhúztam, hogy hallják a... Igen. Nekem kiabálni. Szóval... Nagy menetelésnek most ezennel vége? Ezennel vége van, mert a kincsemet... Az mikor jön ki? Arra egy 2 hónapot készültem, utána forgattam egy 4 hónapot, utána rögtön Sirályt kezdtem el próbálni, és utána rögtön Pintér Bélvel a bajnokot, és ennek kb. Egy hónapja lett vége, és annak... Szóval most így kezd kisimulni az agyredőm lassacskán. És ezt lehet hagyni? Vagy tudod te azt hagyni, hogy kisimuljon a te agyredőd? Jó ez neked, ha kisimul az agyredőd? Bele kell tanulni, szóval, hogy elfelejt az ember azt, hogy kell pihenni. Igen. Mert hogy te ilyen nyughatatlan ember vagy, meg nem? Az is vagyok, meg tényleg azt figyeltem meg magamon, hogyha végre van 2 esetleg szabad délelőttünk, akkor tuti beszervezek valami 14 programot rá, aktív pihenésképpen, akkor vagy gyorsan megyünk sportolni, vagy rég nem látott barátokkal, nem tudom, a Rudasba, vagy mondjuk a Rudas az még hagyján, de hogy a felgyülemlet fél éve felgyülemlet dolgokat, azt akkor hirtelen a szabadnapjaimon meg akarom oldani. És olyan nem is fordul elő, hogy te unatkozol, vagy otthon ülsz, és nem tudsz mit kezdeni. Nem vagyok egy otthon ülős típus. De sajnos a gyerekem anyja nem tudott rávenni engem. Nem tudom miért egyszerűen, lehet, hogy ezt láttam apámtól, apám sem volt sose otthon, szóval az ritkán nem fordult elő, hogy na, fiam, vegyük elő a sakkot. Szóval, hogy így mentem vele, itt mindenfajta ilyen jópofa délelőtti bárokra emlékszem a kis csillagban, hogy kólát ittam mellette, szóval így is állandóan jött-ment autó. Tulajdonképpen arra emlékszem, hogy megjön. Ez az nagyon erős élmény, apa hazajön. Apa élmény, de apa az, hogy apa otthon van, abból kevésbé. És akkor ez lett veled igen. Is ezek szerint? Valahogy ez lett velem is, szóval, hogy hirtelen akkor azt érzem, nem is az unalom tör rám, hanem valami, nem tudom, hirtelen akkor azt érzem, mintha nem lopnám a napot, hanem mintha menne el az élet. Nekem van egy ilyen, tényleg? Nem parám, szerintem ez tudattalatti, hogy megy el az élet és nem történik valami. Tehát a történés, nyilván a színpadot is azért szeretem, az valahogy ilyen nagyon szerves része az életemnek. Én is ismerek ilyet, aki igen? nem tudja, tehát hogy folyamatosan megy és csinálja és teszi, azért mert nem akar a szembesülni az élete. Befelé hát figyelni? Meg ilyesmi, nem? El kell halkuljak, de nekem talán az egyetlen, amikor így nyáron már úgy, főleg, hogyha vidékre le tudunk menni, vagy le tudok menni, akkor, hogyha tudok nézni vizet, engem a víz az nagyon lekapcsol a horgászat, akkor ott, hogy akkor meditálok, akkor nagyon sok mindent végig tudok futtatni az agyamba. Vagy a dugóba, ha van. Az is egyébként ott is. Hát igyekszünk elkerülni itt a belvárosba, furikázás, az nem egy dugómentes történet. Nem. Mert hogy most téged hova viszünk? Engem, megyünk énekelni, igen, mert... Szóval mert hogy a bajnokban énekel. Igen, abban sokat énekeltek. Kell énekelni. Énekelünk. Ráadásul puccinit is nem is. Szóval nem egy könnyű puccini, tehát nem a dallamosabb verziót, hanem ami már a megharadta a korát, amitől a puccini Jenny-nek tartják. Tehát, hogy tovább lépett az opera irodalomba. Tehát, hogy más zenei világokba is elkalandozott, és mi azért a köpenyt, ez egy egyfelvonásos, azt tűztük ki célul. És az kondiba kell maradni, szóval az nem olyan, hogy... Akkor ez hát egy ez folyamatos ének. Azért nem olyan, hogy megcsináltam, azt hátradőlök, főleg rengeteg olyan dolog van.
mondjuk valami mozgásos történet van, vagy egyre tölt a zenésem. Én, amikor a 99-ben végeztem, nem gondoltam volna, hogy most aztán minden második héten állandóan énekelek. Tehát, hogy, és tessék, ez úgy valahogy ez összművészetileg ez ilyen lett a színház manapság. De a muzikalitás ez neked részed volt gyerekkorodban is? Tehát te énekelgettél kisfocistaként? Kisfocistaként énekkorban jártam. A női énekart erősítettem kisfocistaként. Röhögni fog, de hímző szakkörben is voltam. De mondom, a mai nap képzeld, megkaptam a nagymamámtól, nem tudom, 35 éves voltam, és megkaptam azt a virágot, amit ott a hímző szakkörbe ott csüktem. És miért iratták téged be a hímző szakkörbe, hogy lehet, hogy valami kis befelé figyelésre volt szükséged? Nem, 10 évesen már akkor énekkarba jártam, már akkor hímző szakkörbe beugrottam azért két edzés között. Uh-huh. Imádtam a talánőt, aki tartotta, Zegervári Éva néni, az egy ilyen csodálatos, az irodalom iránt ő, tehát ő az alsós, tehát 6-tól 9-ig tanított engem, és teljesen erre a vonalra tett rá, tehát uh-huh. a humára. És ő tartott a hímzőszakot, szerettem, és még volt egy kis idő, meg volt feles fél órám, úgyhogy beugrottam hímzőszakkörre, és jártam énekkarba. De soha nem lehet tudni, hogy mikor lesz haszna a hímzőszakkörnek. Jöhet egy olyan szerep, ahol... Kettő napja ahol... volt, nagyon erős hozadéka, megvartam kislányom zoknyát. Tessék! Az óvodában, nyílt színen. És nem készült volna lesi fotó? Természetesen járat így. Nagyon büszke lettem volna. Apukából ötös. Mennyit látod, vagy mennyit vagytok együtt? Dollárval? Úgy vagyunk együtt, hogy tehát teljesen kiszámíthatatlan az életem. Igen. Azért ezt, tehát hogy megnézed a, mondjuk a novemberi műsort, így megnézed, és akkor így akkor ebbe, de mindig máskor van a szabad estén. Uh-huh. Szóval, hogy ezt nagyon nehéz kimozogni. Amikor, tehát egy héten szerintem ilyen, úgy, hogy 3-4 délután az, ami ilyen erősen megvan, meg azért hétvégéből is egy-két nap. Én azt hiszem, hogy olyan vagyok, aki ha amikor ott van vele, akkor nagyon figyel. Uh-huh. Pontosan azért, mert tudja, hogy keveset van. De akkor én túrom a homokozót, és nem nyomogatom a telefonomat uh-huh. a szélén. Igen. És... ez egy jelenség valóban. Hát igen, akkor nem tudom. Akkor és van lelkiismeretfurdalásod, hogy idézőjelben csak 3-4 délután jön össze, vagy néha annyi se? Tehát, hogy érzel-e olyasmit, hogy nem elég, vagy lehetne több is? Vagy ne, szerintem többet? Eleget kap belőle. Most nem, tehát, hogy szerintem nincsen apa hiánya. És amikor ezt van, akkor én nagyon szeretem, és nagyon simogatom, meg puszígatom. Nem az, és nem csak azért, mert mondjuk Vekerdi Tamás ezt elmondja, hanem azért, mert ösztönből jön. Nagyon szeretem, szeretni. Tényleg ez rám klasszikusan igaz, hogy lányos apuka a szerelmes, és putyújgatom, dicsérgetem. És még abban akkor mennyi idős? Intenzíven vagyok vele. Nem, 5? Hány éve? 5. Most lesz 6 májusban, mindjárt itt a születés. Hogy akkor pont abban az időszakban van, amikor még lehet puszilgatni a lelget. Azt tudod, hogy ennek a vége behajtani tilos? Igen, okay. Köszönöm szépen, erre fogok menni. Jó. Nem megyünk messze, ez még lehet, egy nagyon még lehet, de azért ma elküldött, meg azért néha már ciki vagyok. Tényleg? Például, amikor ott nyílt színen marad az oknél. Igen, most nem. Most már ennyi már. Tehát én meg egyedül meg rám kírja, hogy tilos a bemenet a lány szobára. Jaj, már itt tartunk, hogy hát meg amikor az Ezrával, az egyik legjobb barátjával azért elbújnak a takaró alá, és ki vagytok zárva. Ez az csodálatos, nem mármint, hogy borzalmas, de csodálatos, hogy indul benne a nő, meg ez az egész titok, meg a nem tudom, meg hány. Tanulsz a nőkről tőle? Finomságot tanulok. Engem az apám, tehát nekem az apámnak van, meg az anyámnak két fiú gyereke. És én azért egy poraszos rendben nőttem fel, sportoló voltam, fiúk nem sírnak. Az apám egyébként nagyon, tehát lehetett hozzá bújni, amit nagyon kevés, amennyire őt uh-huh. egyébként nem putyújgatták otthon az 50-es években, gondoltott a dabánya, nem az volt az első, hogy gyere, de mókuskám, mi van veled, hanem hát ott azért egy-két pofon, meg uh-huh. egy zsíros kenyer, ezt meg ne lássalak nap végéig, szóval nagyon kemény világban nőtt fel az apám, uh-huh. és ahhoz képest engem nagyon fiúgyerekként is nagyon ölelgetett, és én sokat kaptam testi szeretetből, ez nagyon fontos szerintem. És ezért én ezt tovább is adom a lányomnak. Mi volt a kérdés az elején? Az volt a kérdés, hogy tanulsz a nőkről. Igen, ja, ezt akartam tőle mondani. Vagy általán. De hogy azért, ahogy nőttem feljebb és feljebb, azért hát a szár, hogy úgy mondjam, rövidült, és nem volt ott érzékenykedés. Uh-huh. És most olyan érdekes, hogy a kislányomon keresztül, én szóval azért volt egy ilyen kicsit
enyhén szólva erre az országra jellemző, egy picit olyan hímsovinista, azt nem is mondanám, egy kicsit olyan macsó tempó, falokra táig nem menjünk el, de hogy volt egy ilyen, tehát hogy de ezt miben nyilvánod meg, vagy hogy érzed? Hát nem tudom, a nőkről való kommunikáció, a nőkről való kijelentés. Ha mondtál olyat, amit ma már nem úgy mondanán? Biztos, hogy nem. Tehát nekem ezen a Rozi nagyon nagyot fordított. A Lola anyukája. A Lola anyukája és a Lola, meg az, hogy hogy nevelek egy gyereket, meg milyen vicceket engedek, meg ő mit tanuljon, hogy a férfi kép, hogy egy férfi hogy viselkedik a nővel a szeme láttára, az mondhatnám 180 fokos. Ezáltal érdekes, az apámmal is nagyon megváltozott a viszonyom, mert egészen másképp viszonyulok ezekhez a viccekhez, és ezekhez a ma már azért sútyónak tartott dolgokhoz. Mind a mellett persze megmarad a szeretet, meg minden, csak nem tetszik. Azt gondolom, hogy a demokrácia... Meghallod a szexizmust? Igen, meg a demokráciánk, meg nem tudom, meg a pici kis közbeszédünk azért nem tényleg annyira súlyosan le van a békaságénél, nem hagyja általam is ezt tud fejlődni, akkor nem tudom, a lányom miatt is én tenni akarok érte, és szeretném, hogyha nem az lenne a természetes, hogy szőke vicceket mesélnek a férfiak. Te mi alapján válogatod meg, hogy milyen ügyek mellé teszed oda az arcod, meg magad, a jelenlétedet? Most a Hősök tere felé megyünk, pont két nappal ezelőtt felhívtak, hogy van-e kedvem a Hősök napján részt venni. Uh-huh. Ki volt írva, hogy minisztérium, és akkor azt gondoltam, hogy ebben már nem kell részt venni. Uh-huh. Tehát amihez mondjuk kormányzati politika, kötődés nem van, is csak a kormányzat, engem háromszor felhívtak március 15-ére, hogy mondjak talpra magyart, uh-huh. És egyik kormánynak sem mentem el. Szerintem egy tényleg részt, három nem, kormány is felkért? Hogy... Nem három, nem volt, kettő kormány volt. Kettő kormány, csak háromszor hívtak, oké. Okay. De persze ez nyilván a kormány nem tud róla, hogy a nagy elvint hívtak, meg kiadták egy cégnek ezt a megágyat. Okay, csak világos. Nincs ebben ennyi, csak hogy próbálok független maradni. Nem gondolom, hogy a színház az igazat tud mondani, vagy a színész igazat tud mondani, ha feltétlenül lerakja marhára a voksát. Okay. Mert utána a következő ciklusban akkor meg aztán menni kell verekedni, amikor az igazságról van megint szó. Ezt általában el szokták felejteni már azok, akik tribünön ülnek. Mert avval akkor nem lenne baj, hogy én hiszek valamiben, ha meg nem úgy történik, akkor meg kimegyek akkor is, amikor a sajátjaim csinálnak hülyeséget. Én nem ezt látom itt. Ezért inkább távol tartom magam, és amikor kiüti, nem tudom, az állampolgári mércét a dolog, akkor kimegyek, bárkiről is legyen szó. Voltál kint tüntetni az elmúlt években? Voltam. Ja, nem félek bevallani. Voltam. És mi ellen vagy, miért? Hát, amikor elkezdődött a migránsok ellen, tehát egyfajta, tehát amikor elkezdődött ennek a óriás plakát kampány, az nekem kiütötte. Az, hogy ezt hogy kell kezelni, mit meddig is valamit kezdeni kell, arról én is így gondolkodom. És ebben aztán az eszközök súlyossága az eltérő. Nem gondolom, hogy nem kell vele valamit csinálni, és hogy... Na mindegy, ez nagyon messzire vissz, ezt hagyjuk, nagyon messzire vissz, és szóval összetett, nem kell ezt, mi nem tudjuk ebbe az autóba megoldani ezt a dolgot. De azt is gondolom egyébként, hogyha fölhív a köztársasági elnök, akkor kiállok és elmondok egy Arany János verset, mert a négy párt kimegy a parlament elé, négy párti egyeztetéssel, és a Kossuth szobor csoportot felavatja. Nemet akartam mondani, utána mondták, hogy ezt kifejezetten szeretné a köztársaság elnök, és azt gondoltam, hogy azért szeretnék olyan országba élni, ahol ez nem probléma. És én megteszem, mert azt érzem, hogy ez már fölül, bizonyos dolgoknak például a politikán fölül kellene tudni már létezni. Tehát az, hogy vannak olyan közös ügyeink, amik már nem pártpolitikai, és egyik oldal, egyik másik szekértámbor, és mondjuk szeretném, hogyha ebbe lehetne hinni ebben az országban. Ebben egyetértek veled, én is szeretném, de nem úgy van. Nem úgy van. Nem úgy van, mindenkit lekönyvel. Mindenkit az adott koordinátorrendszeren belül helyeznek el. Téged azáltal, hogy nem tudom, a Katonában játszol, a Bajnok című Winter Béla darabban, most mondjuk legaktuálisabb. Őszintén szólva vagy. Velem szerintem ilyen szempontból kicsi bajban vannak, mert mert én közben játszom a hit, tehát elmegyek a Hídember, vagy a régi módi történetekbe, és egyébként ettől a kormánytól kaptam egyébként Jelszemmeli díjat. Azt azért eddig a többinek nem jutott eszébe. Most kaptam, és bizonyos szempontból én nem szeretnék jobb és baloldalhoz tartozni, hogy engem nekem csak baloldali rajongóim legyen. Nagyon szeretnék nyomot hagyni olyanokba is, akik esetleg a Fideszre szavaztak. Ezen egy színésznek szerintem nem lehet a fél országnak játszani. Nem, tehát hogy azért, ha belegondolsz abban, nekem a legjobb barátnőm istentelenül nagy katona rajongó. Mindenben darabotokat megnézi. És megkérdeztem, én még nem láttam a Bajnokot,
aztán most már egy sincs rá, egy óra alatt futtak el a jegyek, vagy valami ilyen nagyon brutál, amikor elkezdtétek, ugye óriási volt a botrány körülötte, nyilván hát, ez annak is köszönhető. Jó, mindjárt. Ja, nem akartam. Na, szóval, hogy a Goti mondta, hogy meleg hogy van, neki, igen, tudom, csak hogy hagyjuk az elektromos légkondi nem működik? Ja, tényleg, van? A légkondi. Várjál. Itt. Hoppika. Úgy. Hát így jó lesz. De. Mondjuk 20? Tökkel. Jó, hozzányúlhatsz. Nem gondolkodom, hogy legyen 21, de jó a 20. Nem kultúrmániás. Igen. Na, szóval, tehát hogy a legjobb barátnőm nagy katona rajongó, mindenben megnéz, nem csak téged, minden darabot tényleg majdnem látod. A bajnokot is, és ő például azt mondta azáltal, hogy vagy azon túl, hogy ő is hallotta azt a városi legendát, ami alapján ugye elvileg, amin alapul ez a darab, de azt mondta, hogy eszébe se jutott. Tehát, hogy nézte a darabot. Persze, nem jut eszébe. És eszébe se jutott az egész pletyka. Persze, hát mert a bérújságírók fölfújták a francba. Nem is ült eszébe egyszerű, hogy a dolog nem arról szól, hogy mi másoknak a magánéletében vájkálunk, az biztos, hogy kritikával illetünk egyfajta álszentséget. De a katona ezt 30 éve ezt csinálja. Ezek a mondatok nem nagyon hangoztak el, azt hiszem egyetlen cikkben sem, de a katona igen, 30 éve ellenzékben van. Olyan szempontból, hogy amikor azok az emberek, akik most hatalmon vannak, azokon a lépcsőkön ültek. Csak akkor a kommunistákon lehetett nevetni. Hát nagyon rossz a másik oldalra persze átkerülni ilyen szempontból, de mi következetesek vagyunk, és hogyha azt látjuk, hogy álszentség van, elő nagyon szép a ház, hátul meg rohad az udvar, azt ilyen módon az ember, hát ebben van drámai anyag. És azt kihasználja. Kétségkívül van a történetben drámai anyag, bármennyi is igaz belőle. És egyébként sokkal izgalmasabb a Pintér Béla által színpadra vitt köppenyadaptáció, mint az élet, meg mint amit leírtak a plegykalapok. Ez egyetemes magasságba repül a művészet által, az opera által, és a Béla zsenie által. Tehát nem az van, hogy kis pályán, ilyen kis alakos pályán így turkálgattunk embereknek, és ott a baloldali tenyerünket marhára összecsiszoljuk, hanem nagyon komoly görög dráma magasságú történetekről van szó. Egyébként a bakhánsnőket valaki olvasta, hasonló egyébként a probléma köre annak a darabnak, mint mondjuk, amiről mi beszélünk. Mégis ez volt ez a darab, igen, ami kiütötte a biztosítékot. Ez azért van, mert most éppen azok vannak kormányon, vagy azért van, mert mégiscsak átlépett, vagy mégis egyel tovább ment, mint szokott a Béla is, meg a színházi is, meg a nem tudom. Hát figyelj, most nem tudom, hogyha azon olimpiai bajnok helyett Európa bajnokot írunk, akkor már mindenki elégedette. Nem tudom, szerintem sem. Nagyon, kérdezem. Nem, azért, mert szerintem ez azért van, mert hát nagyon a mának szól, és nyilván valakinek az eleve ennyire tapintott, és nagyon személyeskedésnek lehetett megélni. Én még abszolút tartom azt, hogy ez sokkal magasabb tartományba repül, és aki eljön és megnézi, és ezt az összes érintettnek egyébként felajánlottuk, így úgy amúgy, az szerintem nagyon komoly problémákról szól. De a Bélát azért megkockáztatom, egyébként a legjobban a világon, a legjobban jegyzett színházi rendezőről beszélünk. Ha esetleg valaki csak a Heti Választ olvassa és ezt hallgatja, akkor azt azért azt tudja, hogy a világ egyik legnagyobb és legelismertebb magyar rendezőről beszélgetünk, akinek állandó vendégei külföldi fesztiválokon állandó. És amikor a titkainkról, akkor nem tudom, hol volt az a sok-sok újságíró, amikor a kommunizmus mocskáról rántotta le a titkainkat. Például a leplet. Tehát ezeket elfelejtjük, tehát hogy úgy mérges kell mérni. Vagy? Mérges vagyok, az az igazság, hogy mérges vagyok, mert miközben megy ez a tényleg ez a magyar állandó húgygödörszerű mocskolódás, amiben itt élünk, ahol egyébként by the way tényleg olyan bicskanyitogató dolgok történnek minden nap, ezt találják meg. És azt elfelejtik mellette leírni, hogy 1 óra 10 perc van a katona színészei egyébként operai színvonalat hoznak. Úgyhogy ha nem hangosítják. És egyébként meg fölrobban a színház, és nem attól robban föl, mert az emberek a kezüket dörzsölgetik, hanem mert katarzisuk van. Szerintem mindenki élete legjobbját nyújtja. By the way. Te is? Ha mindenki? Ezt ki tudod mondani magadról, hogy hát most, most nagyon jó vagyok benne. Én nagyon ritkán mondok ilyet magamról. Nem szoktam puszilgatni magamat. De azt gondolom, hogy beleteszem ugyanis mindenemet, ugyanis nem tudom, sajnos kevés az információm arról, hogy mi történt egyébként, nem tudom, bizonyos vidéki városban, avval a polgármesterrel. Én, ami velem van,
azt én azt minden belepakolok. Mi az, amit belepakolsz ebbe? Mi az, ami veled van, és ebben most itt kvázi hasznos színészileg? Hát bűn a férfi élet, és nincsen feloldozása, aki fiúnak született boldogtalan. Ha a fiúnak születtél, boldogtalan leszel, és boldogtalanná teszed azokat, akik szeretnek téged. Ez nagyon-nagyon közhelyes, közhelyes, de iszonyú kőkemény, és az én életemet bele kell pakolászni. Ez nem úgy van, hogy leakasztom otthon. A katona azért katona, és azért jók az előadásai, mert a színészek egyenként azt a sok-sok bugyrot, tehát én abban főzök, amit otthonról hozok én, és én minden, ami most velem történik, ez meglehetősen összecseng ebbe a darabba. És én ezt belepakolom, és nem csak. De ezt így mondod, akkor meg kell kérdeznem, hogy mi az a minden, ami most veled történik, és összecseng ezzel a darabbal? Ezt nem lehet csak így hát kimondani. Hát férfiként el kellett viselnem önmagamat, és be kellett lássam, hogy bizonyos dolgokra alkalmatlan vagyok, vagy nem úgy vagyok alkalmas, vagy nem hoztam kellően jó döntéseket, és nagy változások előtt áll az életem. És 40 felé azért ez nagyon rossz. Nem kudarcot könnyű. Vallottál? Bizonyos dologban kudarcot vállottam, és ezt föl kell köpni, és alá kell állni, és nem könnyű ez. Valójában nem vagyok boldog ettől egyáltalán. A művészet ereje az, hogy például egy bajnokba bele tudom tenni. És ki tudom énekelni, és ki tudom sírni. És bele tudom oda szuszakolni a kis életemet. És nem segít ez a te életedben aláállni ez a lehetet, hogy valamiféle nem feloldozást, hanem legalább... Nem tudom. Én általában, tudod, mit nem bírok? És feldolgozni nem segít? De. Jó döntéseket hoztam az életemben, nagyon sok jó döntést hoztam. Azt is, hogy megmaradtam a katonába, azt egyszerűen szerintem ügyesen alakítgatom az életemet, és volt egy választásom, amiben kudarcot vallottam, pedig az általában az embereknek az életének az egyik legnagyobb választása. És én ebben én nekem elmondod, mi volt voltam. Ez? Nem. Oké. Akkor ezt most tiszteletben tartom. Jó, tarts tiszteletben. És ha el akarod egyszer mondani, akkor szólj, és majd viszlek még egy kört. Tényleg? Van ilyen? Lesz. Van repetát lehet kérni, de jó. Lesz, ha megígéred, hogy komolyan? Szólsz. Persze. Elmondom. Hát te élvezed velem a beszélgetést. Tényleg egyelőre ez hogy van teljesen jó vagy. A legutóbb ki akartak szállni, mert nem lehet lennél. Hát viccből. Viccből, igen. Unalmas voltál? Nem, hanem... Ezt még nem mondtam. Hanem a Sebestyén Balázs azt mondta, hogy bármit kérdezhetek. És hát ilyet mondani egy újságírónak tudom. Ajaj, ez mély víz, úgyhogy, úgyhogy bármit kérdeztem, és volt egy pont, amikor azt mondta, hogy na jó, elege van. Tőlem is kérdezzél bármit. Hát... Már megkérdezted, amit bármit? Most kérdeztem meg az előbb, igen, hogy mi igen, volt igen. Ez. Azt mondtad, hogy most nem. Oké, okay, majd ha készen leszel és beszélni akarsz, akkor jó. Beszélgetünk róla. Szívesen. Teljesen oké. Okay. A másik dolog, amit én ebben a műsorban megfogadtam, hogy ne, nincs, itt nincs vájkeles, tehát tényleg, ha most minek? Persze. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy én nekem most itt minden magánéleti titkot ki kell ásnom a mélyből. Mert egyszerűen nem minden dolog tartozik. Igen. A nézőkre. De figyelj, nem rossz paszba vagyok, tehát amikor én jó, csak azt hiszik, hogy irritált vagyok, olyan volt, vehemes hát, vagyok. De, de minden mindig is vehemes voltál, tehát te egy ilyen dúvat csávó vagy, nem? Azt hiszem, igen. Van is ebből ilyen szempontból bajom, úgy később mondják el, de nagyképűnek tartanak első körben. Nagyképűség, mert igen, arról, mert arról azt, már beszéltél. A távolságtartás az nálam mindig, hogy nem adom könnyen magam, meg hogy nem vágok rögtön. Nem vagyok ilyen, azt hiszem ez ilyen gyerekkorban van, hogy a szervilitás érzetét kelti bennem. Hogyha így, mi van, tehát hogyha rögtön nagyon nem vagyok nyitott, hanem már milyen zárkozott kis kaktusz uh-huh. vagyok, és valószínű ezt ilyen meglehetősen nagyképűnek tűnhetek, amikor én ezt így előadom. Milyen pöke? Igen, pedig uh-huh. belül valami egészen más gondolok egyébként. Belül egy kis gombóc vagyok, aki ül belül és figyel, és azt gondolja, hogy marha mérték tartok kifelé, meg hát hihetetlen nagyképűnek tűnhetek. Te egy kicsit más kifelé vagy. Biztos, tehát egy önképzavar ilyen szempontból, tehát aha. hogy nem fedi le a valóságot. De nem lehet, hogy védekezel, nem lehet, hogy így. Először, hát nem, akkor fölmérem a terepet, de ez szerintem normális. Teszem mindezt egy ilyen nagyképű álca mögött valószínűleg. Jó, azon gondolkoztam, hogy ha te angol nyelvűnek születsz, akkor ki lehettél volna világszinten? Tehát, hogy vannak ilyen... Van Rahad Matthew McCallany! Amúgy őt mondtam, pont ezt mondtam. Én kettő embert mondtam. Nem elég, hogy szar színész volt egy darabig, aztán nagyon jó színész, mert még úgy is néz ki. Colin Farrell? Ezt a kettőt mondtam. Mind a kettő egy kicsit ilyen...
ez az ilyen dúvad, ez a rossz fiú vagyok, macsó vagyok, de, de közben elképesztően érzékenyek, és nagyon tehetségesek, mind a kettő. Bár én nem, én mondjuk a... Én ez mondjuk egy párhuzam? Ez igen, most igen. Kérhetek akkor papír? Ez az, amikor kedves vagyok. Mi jelent, amikor nem? Egyszer azért átszállnék oda. Meg interjú volt. Most miért nem? Téged. Én tényleg kedves vagyok. Na, szóval, hogy annyira vicces, hogy Matthew McConaughey-t mondod, mert hogy ezen gondolkoztam, hogy bemerjem-e mondani Matthew McConaughey-t. Nyugodtan állandóan. Mert hogy azért ő egy ilyen tufacsávó közben, tehát hogy azért sokan azt mondják róla Hollywoodban, hogy micsoda egy ugye, texasi paraszt. Így. Aha, redneck. Texasi redneck. És aha. Akkor közben meg egy, hát látod, hogy mit nyom mostanában, milyen szerepeket, hogy játszik el. A színészet az nem intelligencia kérdése, egyszer ezt hosszan. Ezzel most nem leparasztoztalak, csak mondom. Nem, de jól esik, azért mert vidékről jöttem. Én is vidéki vagyok, Récelek. Somogy sötétje, ahogy szokták Somogy. Mondani. Hát én újvárosi vagyok ott meg. Igen, tudom. A panelból. A panelból. Na, szóval, hogy a színészet nem intelligencia kérdése? Ilyen szempontból nem, a játék, ez olyan, mint hogy most nem akarok neveket mondani, de a fantasztikus center csávó, tényleg a 4x4, ezt nem tudtam ennyi. De egyszerűen a pályán úgy látott, ez a futballból egy olyan hülye párhuzam, elképesztő, milyen intelligenciája volt a Lastihoz meg a játékhoz. Mm-hmm. Tehát, hogy, és a színészetben azért vannak ilyen emberek, akik, hogy úgy mondjam, nem a kifinomultságról és nem a humán intellektus magas iskolája, és mégis csodálatos megérzései vannak, és úgy folyik bele azokba a hajszálrepedésekbe egy szerepbe, hogy ahogy senki más. Szóval, hogy, és főleg kamerán, ami meg az emberbe belelátsz, ahol a technika az, hát nem az sokkal kevésbé fontos szerintem. Filmes feladatod, mi? Ilyesmi, ilyen pont ez, ahol ez a belefolyás mutatkozik meg. Hoppá! Hoppá, majdnem meg volt egy biciklistát, azt tudom. Jaj. Ez fizeti a produkció? Természetesen. A kórházit? Szuper. Na, szóval, hogy nekem ez jól esik. Én egyébként nem tartom, tehát nem vagyok egy ilyen Hübele Balázs abszolút csak ösztönszínész, hogy na majd a Lötyöst azt megküldjük, azt jó lesz. A Lötyös? De hát igen, ezt így szokták mondani, ráengedik a Lötyöst, aztán jó. Csajok általában sírnak, aztán valami csak lesz. Mm, úgyis tapsolnak úgy, a sírás. Hát nem, az jó, minden, jó. Vannak olyan lányok, akik imádnak sírni fest, és aha. Abból próbálnak, tehát fölkényítik a lelküket, és akkor valamit adsz, hogy de olyan jó sírni, dolog. Ervin, olyan jó sírni. Képzeld el, amióta van lányom, sírok színpadon. Azóta sírsz, amióta róla van? Uh-huh, azóta tudok sírni. De jó. Nagyon. Pont egyébként most ebbe az autóba ült szegény Jancsi is, Kulka. Igen. Pont az első embernél szakadt át ez a gát teljesen végén. Mi, amikor azt együtt játszottál? Igen. És ott valami, akkor született a lányom. Hát ez egy elementáris élmény. Olyan érdekes, hogy ott egyszerűen, nyilván érzékenyebb lettem a lányomtól, egyszerűen valamit elengedtem. Valamit ebből a fiúk nem sülnek, tartom magam, mert nem tudom, ott valami kifolyt belőle. És jól esett? És azóta tudok. Tehát azóta abszolút tudok. Terápiában is, meg egy csomó helyen. Nagyon. Ez egy parája férfi színésznek. Ez egy komoly parája mindenkinek. Nem, ez parája férfinak. Szerintem. Az is igaz. Az is igaz. De tényleg. Olyan, szabad sírni. Szabad sírni. Szabad sírni a férfinek is. Ritkán is szabad. Abszolút. Hát nem láttunk apáinkat, nem láttuk sírni. Ez én szerintem ebbe is lehet. Hogy úgy mondjam, fejlődni törzsfejlődésben, hogy a férfi is sírhat gyakrabban, szerintem. És az nem feltétlen rájöttem, hogy a gyengeség jele. Azt tudod, hogy a Lola mit jelent? Mert hogy azért lássuk be, hogy mind a ketten Lolát hoztunk világra, nem hoztál világra senkit, de mondjuk mind a kettőnk lánya Lola. Nagyon nagyra tartom a nőket. És hogy a... De elvállalnám is. És elvállalnám neked szülésre. Igen? Persze, van. Igen, ezt már többször megkérdezték tőle. Még lehet, hogy talán a mi életünkben már nem, de a gyerekeinkében ki tudja, mi lesz itt a korvostomány fejlődésében. Mindegyiket nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy tudod-e, hogy a Lola név mit jelent. Nem. Hogy ez azt ösztönből adtam. A Lola az a Dolores-nek a rövidített, állandósult vagy önállósult változat. A Dolores az szenvedés, fájdalom, de a Lola az azt jelenti, hogy erős nő. Erős nő? Erős. Igen. Hát akkor bevásároltunk tessék. Még egy erős ennyi. Nő. Ennyi. Neked annyi. Erős nőket szeretek képzelni. Igen. De az életem során mindig azt vettem észre, hogy erős nőket, tehát azokat a vagány erős csajokat csípem. Uh-huh. Ezek jönnek be nekem.
mindegyikről kiderül, hogy hihetetlen szenzibilis lelket takarnak. Én tulajdonképpen olyan, nem tudom, hogy választom én ezt így ki, de hogy az iszonyú erős csajok, akik mutatják, tehát ezt a páncél, ez nekem nagyon bejön, és utána mindig a páncél mögé idővel belátok, és ott valami olyan hiperérzékenységben képzeld, minden komoly hát kapcsolatommal így jártam. Hát képzelem, tudom. Ja, neked magyarázzam. Ez a 47-es terem, és én mindig ide jövök be, vagy a tanárnál jövök be. Ide jártál a főiskolás korodban is? Amikor 18 éves kicsi fütyű voltam, akkor is igen, ide jöttem be. De most, hogy már... Már mondd ki! Jó napot! Csókolom! Szia! Bétot, tiszta vagyok! Neki nagyon nagy feladatai voltak mindig, és akkor mi folyamatosan dolgoztunk, ugye? Uh-huh. És az eredmény az majd a Katona József Színházba jön ki, tehát ott kell meghallgatni. Tehát magyarul nem engedi most, hogy énekeljen az Ervin a kamera előtt. Most nem szeretném, ha énekelne, megmondom, hogy miért. Mert ez tulajdonképpen olyan, mint a sportban, hogyha egy edző elkezd dolgozni valakivel, és hirtelen valakik nézik, az nem ugyanaz, mikor már az eredményt látják. Tehát ott folyamatot kell látniuk, hogy kezdünk, hogy gyerekek, én viszont nagyon szívesen beszélek az Erbéről, mert ebben a teremben történt minden akkor, az életében. Akkor mindenképpen meg fogom kérdezni, és semmi baj, Ervin, nem haragszunk. Nem. A kedves nézőket elküldjük a katonámba, hogy hallgassanak meg téged énekelni. Igen, mindenképpen mi előtte dolgozunk, és a katonában lehet az eredményt hallgatni. Igen, annyit szeretnék mondani csak, hogy ebben a teremben volt, ahol ő 4 évig tanult, és azóta is ide jár vissza. Most itt volt egy csomó nagyon nagy élmény, tehát az viszont azt hiszem nagyon érdekes a nézőknek is, hogy éppen most, hogy vártam önöket, hogy visszagondoltam, hogy annak idején énekelt először az Audrey színpadon egy nagyon szép olasz dalt, emlékszel? Persze, a kapella kíséret nélkül énekelte. Utána énekeltünk különböző koncerteken, de itt látszik is a falon, ahol ő is ott különböző helyeken. Azt mondja meg tanárnő, hogy igen. Emlékszik arra, amikor először hallotta az Ervint énekelni? Természetesen. És mit gondolt? Arra, hogy mit gondolt, vagy mennyire látta? Nem kell annyit dohányozni. Nem, amikor először hallotta, már akkor hallatszott, tehát neki ragyogó hangja van, nagyszerűek a hangi adottságai, és nagyon muzikális. És én nagyon reméltem, hogy ő komolyan fog dolgozni. Már akkor nagyon reméltem, amikor felvételin voltunk. És komolyan és ez dolgozott? Bejött, és komolyan dolgozott, igen. Nem véletlen, hogy már az Audrey színpadra kiállítottuk, később énekelt más koncerteken. Például most is visszajön, és velünk is énekel. Énekeltél most is. Volt. Múlt év februárjában Kátyával. Volt egy jótékonysági koncert, és például Tompos Kátyával duettet énekelt, a kicsikkel. És azon kívül, hát mi már túl vagyunk most a második operán. Mert azt énekelt tudom, Mozartot, énekelt, ugye most énekli a Puccinit, és erre nagyon kell dolgozni. Hát akkor már prózai osztály volt, és akkor még nem gondoltunk tulajdonképpen, hogy ebből én de mindig mondta a tanárnő, hogy de kisfiam, ebből azért sok minden pozitív kisülhet, de nem gondoltam volna, amit mondtam neked az autóban, hogy 2 hetente tulajdonképpen állandó zenei megmérettetésben vagyunk, és lassacskán tényleg már ilyen, azt nem mondom, hogy zenészi, ez lesz a katona, de minden harmadik produkcióban valami zenés dolog, valami van. Hogy csináltuk a muzikmuzikot, ott is rengeteget, és ott is nehezet ének. Is. Van még hova fejlődni? Igen, ezt szeretném volna elmondani, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugyanúgy, mint a sportolóknál, nincs végső határ, tehát bármeddig, tehát én még el tudom képzelni, hogy ő még ennél sokkal komolyabbakra is képes lesz, ha tovább dolgozunk, és ha kap feladatokat természetesen. Na akkor ezt kívánjuk, további sok munkát, meg feladatokat. Még több feladatot, most le akarsz lenni. Most, hogy egy év szünetre szeretnék menni. Igen, ez a nagyon fontos, hogy feladatokat kapja, mert akkor van mire dolgozni, van mire tanulni. Az engem egyébként tényleg motivál. Aztán ritkán lustább vagyok, de szerintem mindenki így van vele. Tehát, hogyha nincs, csak azért, hogy tréningbe legyek, és hogy minél messze megy. Tehát, hogyha nincs egy nyúl, ami után futni kell, akkor lassabban futok. Akkor nekem telefonálni kell. Igen, akkor találni telefonálni. Légy szíves, dolgozni kell, igen. Na, akkor köszönjük a lehetőséget, jó munkát. Köszönjük örülök, szépen. Örülök, hogy találkoztunk. Én is örülök, minden jót, ez egy öröm már volt. Fel, veled is öröm igen, volt. Igen, és szóval, ha beszélgetni akarsz, mert akkor ráadás. Tényleg van repeta? Tényleg, jok, külön kiadás. Nem, nehéz volt elintézni, de azért sikerült. Hát neked mindent. Jól van. Körülbelül 3 éves volt, amikor a játszótéren egy apuka valamit ott velem próbált kommunikálni, és mondta, hogy menj innen, te zongora, te billentyű, te hínár, te mocsár. Hogy bírod a kamasz éveket? Elkezdtem sikítozni, ugrálni, zokogni és tombolni a lakásban, és mikor mondtam, hogy Misi, felvettek, és azt mondta, király. Tényleg nettó szemét.
kapcsolatban volt. Az nettó, persze, ez egy naturaldékság. Persze, persze, ilyet normális ember nem csinál. Dehogy voltunk jó, tele volt hibával, szörnyű volt, vállalhatatlan nézett ki. Persze, mert nektek a Lajos kiadja, hogy nektek erről beszélnek el, nem adja ki. Én nem titeket szoktalak hallgatni. Reggel semmi bocsánat, baj. Vagy nem bocsánat, ez van. Aki egy falatot eszel, hát, az akkor igen, is persze, zsúfi, az tehát, hogy tudod, ez... de figyelj, mindenki, mindig mindenkinek olyan mondom, hogy... olyan vasgyomrom hát kőgyomra, abszolút kőgyomrom van, mert hogy mindenkinek mondom, hogy tudod, hogy azért triplaszat, tényleg én leborulok mindenki előtt, aki ebben a szakmában egyébként a vékony tud maradni, mert nem szeretem ezt a tökörészést, tehát hogy azt szeretem, tudod, hogyha azt szeretem, hogyha okay. Kitaláljuk, csináljuk. És akkor fel kell hajtani? Nem, belenyom. Ennek kell szabadni. Finom volt tekerés. Ha szeretnél feliratkozni a vmn.hu YouTube csatornájára, akkor kattints ide!